Na, hát akasztják a hóhért. Kipróbáltam a módszerem, amit még egy előző videómban a kezdő frontend fejlesztőknek ajánlottam új nyelvtanulásához. És hát nézzük meg, miben volt igazam, mit csinálok másképp, főleg már egy tucat nyelvvel a hátam mögött, senior fejlesztőként, és mi az, amivel mellé lőttem. Már egy-két éve nem tanultam új nyelvet, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt az ideje egy kicsit ilyen irányba is megtornáztatnom magam. Nem is kifejezetten számít a továbbiakban maga a nyelv, de csak így a kontextus véget, a Swift-et választottam. Ez az Apple nyelve, az Apple ecosystem appjait, OSX, iOS, de azt hiszem, hogy a WhatsApp-okat is ebben lehet megírni. Azzá tartozik a dologhoz, hogy még a karrierem elején a legelső állásom még gyakornokként, ez még létezett akkoriban, ez a fogalom, hogy gyakornok, Objective-C SDK fejlesztés volt. Az Apple ecosystemnek még az előző nyelve akkor még nem igazán létezett a Swift, mint olyan, de ugye ez teljesen másmilyen, úgyhogy mondhatjuk, hogy az ecosystemet magát, mert ez nem csak egy nyelv, hanem egy egész ecosystem maga a fejlesztés is, nem csak az appok meg maga ugye az Apple világa. Azzal már találkoztam, de magával a nyelvvel meg még nem. Annyiban számít mindez, és itt már is egy kicsit reflektálnom kell az előző videóban elhangzottakra, vagy hát a frontend fejlesztés hol kezdjem videóban elhangzottakra, hogy itt is, mint nagyon sok nyelvnél, a Swift nyelv megtanulása maga az nem elégséges ahhoz, hogy Swift nyelven programozzunk, mivel hát a Swift esetén meg kell tanulni magát, hát eleve kell, jobb esetben azért az embernek van egy Apple eszközet, tehát meg kell tanulni az OSX-et kezelni, hozzátartozik ez a terminál meg minden. Ugye a saját fejlesztő környezete van, leginkább ezt abban érdemes ideában, abban az ideában fejleszteni, Xcode-ban. Meg kell tanulni kezelni ugye a szimulátort, meg hasonló adottságokat. És ez hát ugyanez létezik más nyelveknél is, ugye frontenden például a böngészőket, a network kommunikációt érdemes megismerni elsősorban. De mondjuk DevOps-nál meg azt, hogy milyen architektúrál és milyen cloud szolgáltatások vannak az adott rendszeren, amit éppen tanul vagy használ az ember. Nem is beszélve az IoT eszközökről, vagy az embedded fejlesztésről, ahol aztán tényleg mindig egy saját kis környezetet azt még hozzá kell tanulnia magához a nyelvhez, amin zajlik a fejlesztés. Na és ezt már az elején láttam, hogy abban a videóban nem fektettem erre elég hangsúlyt, mert említem, de ott inkább kicsit hátrébb sorolódik magának a nyelvi elemeknek a megtanulása utára említés szintjén, pedig hát igazából ezzel kell kezdeni, és hát a mostani tanulságok alapján úgy csinálnám, kezdő frontend fejlesztőként is, hogy megtanulnám az alapjait, hogyan működik, mik a legfontosabb shortcutok mondjuk az IDEA-ban, vagy a böngészőben például, és utána ezt így félretenném, és mindig, amikor szembe jön egy probléma, akkor megint elővenném, és akkor azt megtanulnám, annak egy kicsit utána járnék, mert az alapokon kívül igazából csak lelassítja az embert egy kicsit, vagy kényelmetlenné teszi a fejlesztést, hogyha az ilyen részleteket nem ismeri. Viszont igazából azért lehet haladni magát a nyelvet, megismerni az appot, fejleszteni. Amivel viszont még mindig egyetértek, hogy az első lépés megismerni az alapokat, és erre nagyon alkalmasak a tanfolyamok. Az én esetemben ez most a dokumentáció mellett található Apple által kiadott tutoriálokat jelentette, guide-okat, amiket megcsináltam. Ugye ilyen szempontból is ez kicsit kivétel, de azért más nyelveknél is van, de nem kifejezetten jellemző. Itt nagyon jók a tutoriálok, nagyon jól megmutatja így az alapműködését az egész ismét ecosystemnek. Azért is indítottam így, mert az alapvető ilyen nyelvi formákkal, ugye objektumorientált fejlesztés, ciklusok, algoritmusok, gondoltunk itt egy csomó mindenre, akár maga az, hogy MVC, vagy egyéb architekturális patternek, amik előfordulnak, vagy ahogy felépülnek appok, többek között iOS appok is, azok már ismerősek, úgyhogy gondoltam, hogy egy tutoriál plusz hozzáadom azt, amit már tudok, és közben rágooglizok mindenre, amit meg nem, ami nyelvnek sajátja,
az elégséges lesz ahhoz, hogy megalapozzam a tudásomat, és aztán el tudjam kezdeni ugye a kettes lépéssel a saját applikáció fejlesztését. Megint csak különbség, hogy nem pontosan követtem a tutoriát, hanem már eleve kitaláltam magamnak a kettes pontban javasolt applikációt, hogy hát már unom, tudjátok, mindig egy to-do applikáció, mindig ugyanaz, úgyhogy először kitaláltam magamnak egy problémát, vagy kerestem egy problémát, amit szeretnék megoldani ebben az új nyelvben, csinálni rá egy applikációt, és erre próbáltam meg, ugye ez az alap app felépítést, amit a tutoriálok megmutatnak, ezt próbáltam már a nulladik pillanattól összerakni vele, ami hát lényegében ugyanazt eredményezi, mert rakj ki egy listát, mutass egy mapet, tehát ilyen jellegűek ezek a tutoriálok, tehát igazából a végén ugyanaz lesz belőle, csak már úgy álltam hozzá, úgy neveztem el a változókat, úgy neveztem el az osztályokat, hogy tudtam, hogy majd később már majd azt szeretném, hogy ilyen irányba menjen el a dolog, ez az app legyen belőle, ne pedig csak egy tutoriál applikáció. Ez a kis móricka app, meg a tutoriálok böngészése, meg a googlizás, ez úgy nagyjából 1-2 órát vett igénybe, tehát ez viszonylag hamar megvolt, és ezzel össze is állt egy egyébként működő, nagyjából semmit nem csináló iOS applikáció, elindul emulátorban, csinálja azt, amit írnak a guide-ban, úgyhogy ez megvolt. Amit viszont be kellett látnom már ezen a ponton, hogy ilyen szempontból is különleges ez az applikáció, és lehet, hogy ezért is juniorként nem érdemes így kezdeni, hanem egy alapozó kurzussal, hogy nagyon sok a syntax sugar, sok a shortcut, és amikor elkezdtem már fejlesztgetni második lépés, az applikációt, meg frameworköket keresni, amikkel jól össze tudom rakni azt, amire gondolok, rá kellett jönnöm, hogy az egyik tutoriálban, vagy helpben, vagy Stack Overflow bejegyzésben így használnak valamit, a másikban úgy, és nem állt össze, hogy mondjuk a verzió különbség a különbség, vagy csak nem ismerek egy shorthandet, vagy van itt valami egyéb a kettő közt, amit nekem még be kell importálnom, és akkor már így össze fog állni, és igazából mindkettő ekvivalens. Szóval ezeket a dolgokat nem értettem, és ez előfordult juniorként is, hogy amik egyébként megkönnyítik az életedet, shortcutok, shorthandek, akármi, azok a normál fejlesztésben, azok, amikor tanulod a nyelvet, azok megnehezítik az életedet, mert nem érted, hogy mi történik. Ugye, ami kibontva egy viszonylag érthető, átlátható ugye leírása annak, hogy mi történjen imperatívan, az éppen a nyelvet tanulóknak lehet, hogy csak a fejvakarást okozza. Szóval ezen a ponton megfogadtam a saját tanácsomat, és ténylegesen megnéztem egy kurzust, egy alapozó kurzust, a Pluralsight-on választottam talán egy ilyen legjobb értékelt, vagy valami alapján az egyik ilyen alapozó Swift kurzust. Ezt is úgy csináltam, hogy mindig, amikor hallottam valami új információt, vagy valamit, ami nem volt teljesen világos az instrukciók alapján, akkor azt fogtam és megnéztem a dokumentációt, vagy egész pontosan az, hogyan néz ki, mik a szabályai. És csak aztán mentem tovább. Azért a végére azt a következtetést kellett levonnom, hogy ugyan megkaptam az információkat, tehát amit kerestem, meg így, amiket nem értettem addig a különböző bejegyzésekben, azok világosak lettek, tehát így az alapszintaxis is helyére kerültek a hiányzó puzzle elemek. Viszont, hogyha ugyanezt az időt beletettem volna csak a dokumentációnak az olvasgatásába, valószínűleg elolvastam volna az egész doksit fejen állva 3-szor. Egészen pontosan ez nézési időben valami 3-3,5 órát jelentett, ami hát nyilván ugye nagyon tömény, úgyhogy így munka mellett ez egy ilyen 1-2-3 pár napot jelentett összességében. Na ezután elkezdtem megtanulni a konkrét frameworkot is, amire szükségem volt, hogy hát ugye ez esetben nem egy framework, hanem hát a nyelvnek egy ilyen SDK-ja, talán nevezhetjük így, amit használnom kellett a kis appomhoz, amit kitaláltam magamnak. Ez még egy olyan 3 óra volt ezt megtanulni, vagy hát nyilván az alapjait, mert mit nevezünk megtanulásnak, de hogy már tudjak vele fejleszteni, azt megtanulni. Ez még nagyjából egy 3 órát vett igénybe YouTube videók segítségével, itt már nem ilyen kurzus, mert ilyen kifejezetten erre fókuszáló kurzust nem találtam, de a YouTube-on nagyon jó konferencia videók voltak, úgyhogy szerencsére az is működött. És akkor így már
így már neki tudtam látni a saját szakállamra, nyilván még mindig erősen googlizva, mindig, hogyha elakadtam, debuggolás, bármi, akkor az internetet böngészve, meg viszonylagosan lassan haladva még mindig, mert hát azért még nem volt meg az az ismeret, de már el tudtam kezdeni ténylegesen fejleszteni az applikációmat. Szóval összefoglalólag az egész tanulás rész, az alapozás, ez egy ilyen 8 órát vett igénybe, nettó, ami nagyon fontos, mert ennyit én se senki szerintem nem tud, tehát leülnék egy nap és 8 órán keresztül ugyanezt csinálnám, amit most csináltam, akkor nem is érteném meg ennyire, és hát nem is tudnám valószínűleg megcsinálni, mert nem ez az, hogy megy a tévé a háttérben, meg ilyenek, meg hallgatok valami zenét, hanem tényleg fókuszálva leül az ember, és hát azt azért nem lehet sok órán keresztül fenntartani ezt a fajta koncentrációt. Ehhez hozzájött az, hogy még két-három hétig, hát összesen 2-3 hétig, hogy ezután, miután ez megvolt, még ugye fejleszgettem ezt az applikációt, elhagyva ezeket a copy-paste patterneket, és inkább saját kódfőből, nyilván a Google-re erősen támaszkodva, és így lett az egész végére egy ilyen 2-3 hét ez a tanulási periódus, ahogy ezt az előző videóban is mondtam, hogy mikor állsz készen az interjúra, hogyha már úgy érzed, hogy egy csomó mindent nem tudsz, hogy már tudod, hogy fingod nincs az egészre, és én is így szerintem erre a szintre, ezt kitűzhetjük, mint cél, mert hát így nyelvet megtanulni így teljesen, ez gyakorlatilag egy lehetetlen vállalkozás, még azoknak is, akik írják a nyelvet. Tehát, hogy ezt az junior szintet elérni, hogy már tudom, hogy nem tudom, ez szerintem egy ilyen 2-3 hét alatt végül is sikerült, ugye így a munka mellett, meg ebben van benne az a 8 óra is. Ezek alapján fenntartom, hogy ugye én most munka mellett, meg nem is értem rá annyira, meg ilyenek, tehát most ez 2-3 hét volt, de hogyha valaki juniornak készül nulláról, és belevág, és tényleg oda teszi magát, akár egy bootcampre is elment egyébként, de hogyha megvan az a motiváció, hogy tanuljon, akkor ezt otthon is megcsinálhatja. Szerintem 1-2 hónap, 3, az teljesen reális, hogy junior szintre felhozza magát, hogyha tényleg lelkiismeretesen tanul, mert nagyon jó anyagok vannak, egy csomó, nagyon sok, hát főleg mainstream nyelveken, tehát miben akarná elhelyezkedni az ember első állásra, nem egy mainstream nyelvben, nagyon jó kurzusok vannak az interneten is, aztán meg, hogyha kitalál magának valami projektet az ember, amit szeret csinálni, ezért én is őt kerestem egy olyan problémát, amit szívesen oldottam meg, akkor az meg plusz motivációt nyújt, hogy utána még építse magát az ember és fejlődjön. Úgyhogy onnan már egy junior interjú, és szerintem nekem is ez a 2-3 hét volt az a junior szint, ami, hogyha csak azt nézzük, hogy a Swift nyelvi ismereteim. Na de csak a vicc kedvéért, ugye mivel a Plural Site-on csináltam meg ezt a kurzust, ezt az alapozást, ezért hát ott van ez a Skill IQ nevű dolog, ahol le lehet mérni, nem értek nagyon egyet ezzel a koncepcióval, de le lehet mérni az embernek a tudását, és ezen elértem valami 56%-ot, ami vagy 56%-nál teljesítettem jobban ezen a teszten, ami ez a Proficient Average-nek valahol a teteje fele van. Na és mondjuk ez pont meg is indokolja, hogy miért nem tartom jónak ezeket a teszteket. Most vagy olyat kérdez a nyelvből, amit pont tudsz, vagy épp megtanultál, vagy olyat, amit nem, meg soha nem is használtad a nyelvből, és számodra nem is érdekes. Aztán végén kiköp egy számot. Na de lényeg a lényeg, ugyan nem tartom magam a Proficient Average tetején ezután a ugye 3 óra kurzus, amit ott elvégeztem a Swiftben, de legalábbis annyit visszajelzett, hogy nagyjából most már nem vagyok talán teljesen világtalan Swiftben, hanem csak félig, vagy ilyesmi. Erre talán jó még ez a teszt is. És hát köszönöm ismét, hogy velem tartottatok, remélem érdekes volt, hogy hogyan tanulok én nyelvet, hogyan tanul egy szenior nyelvet, remélem más szeniorok is így csinálják, nem tudom, nézzetek más videókat is, máshogy csinálja. Remélem hasznos volt, a következő videó, amint megcsinálom, mint mindig, és iratkozzatok fel, gombok a videó alatt, remélem megtaláljátok, azt is remélem, hogy a like gombot találjátok meg a feliratkozást, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!